Március 1-e és 5-e között rendezik meg az Elumi elektronikai hulladékgyűjtő akciót a Széchenyi városban, a Lánchíd utcai sport általános iskola planetárium mögötti udvarán. Az akciót a Széchenyi városi Zöld és Pont civil társaság hirdette meg. A témával kapcsolatban vendégünk most Szamler László, a Széchenyi városi Zöld és Pont civil társaság ügyvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a Kecskeméti televízió nézőit! Köszönjük, hogy elfáradt hozzánk, és a vendégünk. Köszönöm a lehetőséget. Elsőként arra kérném meg, hogy mutassa be egy pár mondattal a Széchenyi városi Zöld és Pont civil társaságot. Mikor alakultak? Milyen céllal? A Széchenyi városi Zöld és Pont civil társaság hát alig egy hónapos társaság. Viszont a múltja annál hosszabb, hiszen 18 esztendeje dolgozunk a városrészben különböző környezetvédelmi, gyermek- és családvédelmi programokon, és azok, akik ebben részt vettek, úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy olyan társaságot, amelyik segíti ezeket a civil társaságot, civil kezdeményezéseket és magát a hivatalokat abban, hogy közösen egy asztal mellett gondolkodjanak bizonyos problémákról, és meglegyen a párbeszéd ahhoz, hogy minél eredményesebben tudjanak egy-egy ügy mellett kiállni. Ilyen ügy akkor a hulladékgazdálkodás is. Így van, és ez egy nagy-nagy probléma a Széchenyi városban, hiszen nagyon-nagyon sokan kicsi helyen élnek együtt, több mint 25 ezeres városrész, ráadásul panel városrész javarésze, így a hulladék az egy komoly napi probléma. Tehát sok. Sok bizony. Akkor önök mind Széchenyi városi kötődésűek, akik a tagok, tehát ott laknak vagy ott dolgoznak? Így van. Javarészt ott élnek, azokban a házakban, azokban a tömbökben, illetve mint én is oda járok dolgozni. Én reggel legkésőbb 8 órakor beérek az iskolába, és 4-5-ig ott vagyok folyamatosan. Így én azt gondolom, hogy szinte aludni járunk haza. Igaz, hogy még rövid ideje tevékenykednek, de már sokat hallani önökről, hogy sokat-sokat dolgoznak. Mik az eddigi tapasztalatok? Hát, hogy sokat hallani rólunk, az amiatt van, mert az ott élő emberek nagy-nagy támogatással fogadták a mi kezdeményezésünket, hiszen számunkra rendkívül fontos az, hogy a jó példákon keresztül próbáljunk meghatni a közösségre. Tehát első körben mi azt karoltuk fel, hogy bemutassuk az embereknek azokat a közösségeket, akik önerőből tesznek azért, hogy szebb és jobb legyen a környezetük. Csodákat lehet látni. Tehát akkor, amikor mindenhonnan jön ránk, hogy ennyi szemét, annyi szemét, így a levél, így a gaj, akkor az ember, ha végig sétál abban a városrészben, szinte felporszívózott területeket látnak, és az mint a lakóközösségek munkájának eredménye, akik lemennek, fáradtságot nem kimérve, összeszedik, összegyűjtik, a városnak már csak arról a gyűjtőpontról el kell szállítani, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fontos bemutatni az embereknek, hogy van ilyen, lehet így is, és ha így csináljuk, akkor már könnyebb tovább lépni más szervezetek, más csoportok irányába, hogy mindenki tegye meg a maga dolgát szemétügyben. Igen, egyébként sokszor, ha végig sétálunk a Széchenyi városban, olyan szép példákat lehet látni, hogy gyönyörű kis virágos kertek vannak a lakótelepi épületek előtt, és akkor nem mindegy, hogy tényleg az ember, amikor hazaér, akkor mi várja. Már belépni is mindjárt igen. Más egy ilyen lakótelepi lakásba gyönyörű kis kertet lát. Hát a következő tervük pedig az, hogy hulladékgyűjtési akciót szerveznek, mindezt a jövő héten. Erről mondjon pár mondatot a kedves nézőknek. Azért gondoltuk, hogy ezzel a hulladékfajtával kezdünk, mert a háztartásokat tehermentesíteni kell, a nyomást le kell venni róluk, hiszen ha megnézzük, hogy miből keletkezik a hulladék, egyrészt a háztartási hulladékból, az újrahasznosítható szelektív hulladékból, és amit már régóta takargatnak, mert nem tudják hová tenni, a lomiba nem lehet beletenni, a kukába nem lehet beletenni, egyetlen egy megoldás van, hogy korlátozott mennyiségben ki lehet vinni a hulladékudvarba, és ott le lehet adni. Ez pedig az elektronikai és az elektromos lomi, ami árammal működik. Azt mind-mind veszélyes hulladék, és bizony már jó ideje minden háztartásban. Ott van egy vasaló, egy hajszárító, egy rossz tévé, rosszabb esetben egy rossz tévé, ami sok helyet foglal, és úgy döntöttük, hogy ebben próbálunk meg segíteni, itt hozzuk össze azokat a szereplőket, akik ebben érintettek a háztartásokat, a hulladékkezelőt, az önkormányzatot, a médiát. Mondjuk már el pontosan a helyszínt és az időpontot. Ez jövő héten kezdünk, március 1-én hétfőn, 7 óra 15-kor, és pénteken fejezzük be fél 5-kor. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes hétköznapon, 4-8-tól fél 5-ig a Lánchíd utcai sport általános iskola mellett található planetárium mögé lehet hordani ezeket a hulladékokat. Van egy belső kis udvar, elzártan tudjuk tárolni,
és oda el lehet hozni ezeket a hulladékokat. Van-e valami feltétele a hulladéklerakásnak, gondolok ki darabszámra, súlyra, vagy akár egyébre? Különösebb korlát nincs, tehát nem kell hozni a hulladékszerződést, nem kell hozni a befizetett számlát. Mi azt kérjük tisztelettel, hogy ipari mennyiséggel ne álljanak oda. Tehát ez nem az az akció, amikor fél teherautónyi elektronikai lomotot le lehet rakni, ami a háztartásban keletkezett, és régóta takargatnak egy-két tévé, hűtő, porszívó, bármi, ami a garázsban van, azt nyugodtan el lehet hozni, különösebb súlyhatár nincs. Mert egyébként is veszélyes hulladéknak minősül, tehát ezeket így van, így van. Hát ezért is nem lehet beletenni a hulladékgyűjtőkbe, kukákba, ezért nem lehet beletenni a városi lomiba, tehát hiába kér a lakóközösség egy gyűjtőkonténert, hogy ő szeretne lomizni, az elektromos elektronikait nem lehet beletenni. Akkor ez egy kiváló alkalom lesz erre. Én azt gondolom, hogy ott van a város részben, igen. Ha valaki mozgásában korlátozott, vagy idős, vagy beteg, nem tudja személyesen elvinni ezeket az elektronikai hulladékokat, akkor hogyan tudnak önök nekik segíteni? Társaságunk fiatal aktivistáinak köszönhetően, erre is van megoldásunk, van egy e-mail címünk, a szécsényivárosizöldés.kukac@gmail.com. Erre az e-mail címre, hogyha jelzik azok a Széchenyi városiak, és itt szeretnénk kérni, hogy csak Széchenyi városiak, hiszen korlátozottak a lehetőségeink, hogy nem tudják elhozni valamilyen oknál fogva. Tehát, ahogy ön is említette, mozgásában korlátozott, vagy annyira idős ember, hogy már neki megterhelő lenne odáig elsétálni, vagy nem tudja lecipelni az emeletről, akkor a fiatal aktivistáink elmennek érte. Ezen az e-mail címen kell jelezni, küldjenek egy telefonszámot erre az e-mail címre, mi felhívjuk őket, és akkor házhoz megyünk. A jelen korlátozó intézkedésekre tekintettel meg lehet oldani, hogy kiteszi az ajtóba. Kiteszi az ajtóba, ráírja, hogy ezt szánták nekünk, és akkor elhozzuk, tehát nem is kell találkozni, érintkezni. Azt gondolom, hogy akkor ez nagyon az idősekkel, illetve a... Így hát, ha még többet kedvet kapnak ehhez, hogy nehezen múljon tényleg, hogy minél többen el tudják jutatni a hulladékokat. Egy kicsit a tapasztalatáról szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye, hogy a kecskemétek egyébként mennyire környezettudatosak? Vagy mennyire kell még ezen dolgoznunk? Nyilván, amit önök most végeznek, az önök tevékenysége ehhez is nagyban hozzájárul. De ön hogy látja ezt? Az én személyes tapasztalatom az, hogy a Széchenyi városiak, mint ahogy általában a kecskemétiek, nagy-nagy igénnyel bírnak a tiszta, rendezett, élhető környezetre. Ezzel nincs gond. És tesznek is érte, hogyha nem szélmalomharcnak élik meg ezt a tevékenységet. Mi azt tapasztaljuk, hogy gyakran elmennek egymás mellett, eldolgoznak egymás mellett, tehát a lakók, a civil szervezetek, az önkormányzat, a különböző szolgáltatók, akik elviszik a hulladék típusokat, teszik a dolgukat, de valahogy még sincs eredménye. Valószínű azért nincs eredménye, mert információ hiányban mégsem úgy sikerül összehozni, mégsem úgy sikerül összehangolni, illetve ami nagy-nagy hiányossága ennek az egész rendszernek, én azt gondolom, hogy azok a gátlástalanul szemetelők, akik arrogánsan mégsem hajlandók betartani a szabályokat, azokat meg kell büntetni, nincs mese, és hatékonyan kell megbüntetni, de ez kevés, alig 10% a mi tapasztalataink szerint. A javarésze az támogatóan és a tiszta környezetre igényesen. És áldozat. Amit elmondott, az nekem úgy tűnik legalábbis, hogy megoldható problémák. Meg, abszolút. Tehát jó úton haladunk. Nagyon rövid időnk maradt már, azt szerettem volna még öntől megkérdezni, hogy vannak-e jövőbeni tervek, illetve gondolom, hogy vannak, de hogy mik ezek? Igen, mindenképpen. Ezzel az elomival elkezdjük a jövő héten, amint ennek vége, akkor jön a következő programunk, ami az épített és természeti környezetvédelmét érinti. E tekintetben a már meglévő, megépített, felújított parkjainkra szeretnénk felhívni a figyelmet. Vannak ilyenek, nem egy, nem kettő. Ott a Kristálytér például sok pénzért gyönyörű szépen felújította a város. Mostanra viszont valahogy úgy érezzük, hogy gazdátlan lett. Erre szeretnénk majd felhívni a figyelmet az ott élőknek, a különböző fenntartásért felelős szerveknek, hogy hogyan lehetne együtt gondolkodva, együtt fellépve megőrizni ezeket az értékeket. Ennek keretében be fogjuk majd ültetni az ott kipusztult növényeket,
tehát egy kicsit frissítünk most tavasszal, és igyekszünk megtalálni azt a közösséget, amelyik utána majd odafigyel arra, hogy ne jussunk egy év múlva ugyanide, hogy megint majd több száz növényt kell bepótolni. Hát ha más nem locsolni, így van. Így van. Jó, kívánjuk, hogy sikerüljön ez a program, a jövő heti hulladékgyűjtés is, és köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, további kellemes estét kívánok. Köszönjük szépen.